igazából csak magamnak tehetek majd szemrehányást arról, hogy hogyan éltem. Ez egyszerűen ott világos lett. Ha csak én felelek azért, hogy élek, akkor miért ne élhetnék úgy, ahogy én igazából szeretnék, és akkor ez egy fajta határtalan, meg egy korlátlan lehetőséget nyit ki. Mindig ezen gondolkoztam, hogy ez nem normális, hogy azért dolgozom 340 napot, hogy 20 napot eltöltsek pihenéssel. Mindenki ugyanarról beszél, oda tart, és ez, ami nagyon hiányzik, ugye ezt mondják is, hogy a magyarság átka Mohács óta, hogy nem fogunk össze. Amíg nincs meg az egyén kellő önismerete, addig tök mindegy, hogy miről beszél, mit csinál kifelé, nem fog tudni együttműködni, hiszen nem fogja tudni az, hogy ki az az én, aki együtt akar működni a másikkal, aki szintén nem tudja, hogy ki az az én. Közös érdekeket találhatnak, mint például az anyagi nyereség, ezt látjuk, hogy hova futott ki. Két generáció után már azt bírnám látni, hogy ha egészséges, lelkületű emberek kerülnek döntéshozói pozícióba, akkor nyilván már egészségesebb döntéseket hoznak, és akkor ez meg tud nyilvánulni azzal, hogy végre felismerjük a bolygónkat, mint együttműködő partner, befejezzük ezt a kiszipolyozást, rájövünk, hogy nincs szükségünk még, hanem elég az elég. Kötelező a megfelelő szintű önismeret tanárnál, diáknál, akkor meg lehetne indulni, és akkor akik így kijönnek a képzési intézményekből, ők már jóval egészségesebb emberek lennének. Nem is úgy van ez az egész élet, mint ahogy az iskolába tanították, hanem mondjuk az ember több, mint test, hanem lélek és szellem is. Köszöntöm a nézőket! Önök a Hazavárók YouTube csatornán az Értékőrző gondolatok 8. adását látják, és itt a stúdióban mai vendégünk Bérces Ádám zenei menedzser lesz. Szerintem. Így állapodtunk meg röviden, hogy mutathatlak be elsőként, de most talán a beszélgetésünk fonalát megkönnyítendő, azt határoztuk el, hogy néhány mondatban bemutatlak itt a beszélgetés elején. Amit talán érdemes tudni Ádámról, 1975-ben született Budapesten értelmiségi jogász családban. A Radnóti gyakorló iskolában és gimnáziumban érettségizett, a Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola idegenforgalom és szálloda szakán végzett okleveles közgazdászként 1997-ben. Ezután egy multireklámügynökségnél, majd a BMG és az EMI multilemezkiadóknál kezdett dolgozni, 2001-ben pedig saját független lemezkiadót alapított gimnáziumi osztálytársával CLS Music néven. Kezdetben külföldi DJ-ek és előadók hazai klubokba eseményekre történő fellépésének közvetítésével, később ismertebb és feltörekvő hazai előadók lemezeinek kiadásával, végül úgynevezett 360 fokos menedzsment dílekkel foglalkoztak. Bérces Ádám olyan előadókkal dolgozott együtt, mint az Irigy Hónajmirigy, a Tankcsapda, Ruzsa Magdi, Kowalski meg a Vega, Ocho Macho, Anna and the Barbies, Compact Disco, By Alex, Kállai Sanders András, vagy éppen Bársony Bálint. Fiatal korában Ádám hajtotta a pénzt, az anyagi és a szakmai sikereket aktív részese volt a budapesti éjszakai életnek. Ismert alapja volt a honi könnyűzenei szintérnek. 2008-ban azonban egy betegség aztán teljesen megváltoztatta az életét. Krónikus vékonybélgyulladást, krónbetegséget diagnosztizáltak nála, ezért sürgős műtétet kellett végrehajtani. Az ezután bekövetkezett szemléletváltozás következtében már máshogy tekint önmagára és a világra, megtanult jogázni, meditálni, megváltoztatta a táplálkozását, életmódját, szeniorúszóként is versenyez. Ezzel párhuzamosan megalapította saját kiadóját, az Egység Médiát, ahol már ismeretterjesztő filmeket is elkezdett gyártani. 2020-ban Szentendrére költözött, ahol önellátó életmódra törekszik. Elvált, két fiúgyerek édesapja. Ma már nem munkafüggő, a természettel és a saját igazi természetével keresi és tartja aktívan a kapcsolatot. Természetgyógyászként, fülakupunktúrás, addiktológusként, biológika konzulensként tevékenykedik. Jelenleg pedig a Károli Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakember képzésén végzős hallgató és épp szakdolgozatát írja.
Hát, hogy hogyan történt persze mindez a sok minden és a változás, az nyilván számodra is, de számunkra is tanulságos lehet, ezért erről beszélgetnénk a mai műsorban ennek tanulságairól. És azt gondoltam, hogy talán az első kérdés elé oda kívánkozik egy idézet, amely egyik cikkedből származik, és azt hiszem nagyon telibe találtad akkor a lényegét a történetednek. Ez így szólt: feküdtem az intenzíven, és nagyon tiszta képem lett arról, hogy mi a fontos az életben. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy ha ezt végig gondoljuk, akkor az merült föl bennem, hogy ezek szerint volt az életednek olyan szakasza, ez az első, amikor ez nem volt egyértelmű. És akkor azt kérlek, hogy először erről a bizonyos zenei menedzseri szakaszról beszélgessünk. Hogy kezdődött, mi volt az inspiráció? Köszönöm a lehetőséget, meg a köszöntöm én is a nézőket. Az inspiráció az nagyon egyszerű volt, egy újsághirdetés alapján jelentkeztem a lemezkiadóba. Én szerettem volna ifjúkoromban színész lenni, de a színművészeti főiskolára táncolni is kellett volna tudni, meg énekelni, és akkor én ott láttam, hogy erre nem nagyon lesz lehetőségem, úgyhogy én nem felvételiztem, de így abszolút vonzott a Rivalda fény, tehát van a mai napig egy egészséges exhibicionizmus bennem, lehet ezért is ülök most is itt, és akkor úgy döntöttem, hogy hát ha én nem is a fronton, de akkor a fronton lévőkhöz közel szívesen dolgoznék a szórakoztatóiparban, és akkor épp a DDB reklámügynökségnél dolgoztam, amikor megjelent egy sajtóhirdetés, hogy lemezkiadó marketingest keres, és akkor beneveztem, és két vagy három kör után felvettek a BMG-be, és így abszolút a sikerpénz csillogása, hogy a KFT megénekelte egykoron, ez vonzott oda. Ilyen egyszerű az inspirációm, tehát a híres emberek közt lenni, az egy izgalmas dolognak tűnt. Ahogy a felvezetőben is szó volt róla, te ismerten neves alakja voltál ennek a bizonyos éjszakai életnek, ahogy szokták mondani, el tudom képzelni, zenei klubok, kisebb romkocsmák, vagy egyéb ilyen rendezvények, szórakozóhelyek. Ott kellett, hogy legyél tulajdonképpen a munkádból fakadólag is, de úgy tűnik, hogy ezt nagyon is élvezted, valahol jól érezted magad benne, valahol viszont arra gondolok, hogy talán nem is, mert hiszen ez neked munka is volt, jól érzem, hogy talán állandó feszültség is volt, stressz is volt. Hát a maga a munka, mint szerintem a legtöbb munka, meg pláne a magánvállalkozás, az önmagában egy feszültségteli tevékenység, lévén fenn kell tartani magamat, meg addigra az alkalmazottaknak kell biztosítani havonta a bevételről. Tehát ez önmagában egy stresszelő tevékenység volt, de én ezt nagyon szerettem. Tehát én imádtam bulizni, járni, én kb. Szerdától szombatig minden este valamelyik szórakozó helyen, akár Budapesten, akár az országban előfordultam, mert mentem a különböző zenekarokkal a koncertjeikre, vagy éppen új tehetséget megnézni, vagy csak örömből, mert egy baráti zenekar játszott valahol, és ugye nekünk gyakorlatilag a szakmai közegünk az ezeken a helyszíneken találkozik. Tehát végülis ez egy munkahely. Így vagy úgy, bármilyen abszurdnak tűnik. Igazából azért kérdeztem, amit előbb kérdeztem, mert kerestem azt a pontot, hogy gondolom sok zenei menedzser van, éli az életét, szereti, nem véletlenül mondom, összhangban van önmagával, és esze ágában nincs megbetegednie. Szerinted, amikor 2008-ban kiderült, hogy tulajdonképpen nem jól vagy, érezted is, meg aztán jött ugye a betegség diagnózisa, akkor ezt téged mennyire lepett meg? Mennyire ütött szívem? A 2008 nem annyira már, mert előtte két évvel volt egy hasonló köröm, csak akkor még kikezeltek szteroidokkal. Tehát amikor a második kör jött, akkor mondtam is magam, hogy oké, akkor most ez pont úgy fáj, mint két évvel ezelőtt, ez ugyanaz, gyerünk be a kórházba. Tehát kevésbé voltam megijedve, mint két évvel azelőtt, akkor Egyiptomból jöttem vissza egy nyaralásból, egy barátommal, és akkor azt hitték, hogy ez valami trópusi betegség, akkor arra az osztályra is
tettek be a trópusi fertőzések osztályára, talán volt ilyen a kórházban, és akkor úgy engedte ki, hogy szteroidokkal letompították a gyulladást, és megjegyezték, hogy hát lehet, hogy van egy krón gyanú, és akkor majd egy kolonoszkópos az a végbél tükrözés, majd menjek vissza, mondtam, ó, hát persze, hát ezt kihagytam, és hát akkor végül is ez jelezte részvételi szándékát 2 évvel. Később annyi különbség volt, hogy a dunapesti oldaláról átköltöztem a budai oldalára, és még röhögtem is magamba így hajnalban, hogy na, kb. Ennyit sikerült változtatnom 2 év alatt. Uh-huh. Úgyhogy én így sikerült megbetegíteni magamat. Igen, érdekes a fogalmazás, erre majd térjünk vissza, de az jutott eszembe, hogy azoknak a nézőknek a kedvéért, akik nem ismerik, tehát mi történt benned és veled akkor, amikor rájöttél arra, hogy ez nem egy gyanú, hanem egy valóság, ugye a Crohn betegség, aki nem tudja. Van olyan ismerősöm, aki évtizedek óta küzd vele. Tehát, hogy ez nem feltétlenül jár azzal, hogy az ember elmegy egy műtétre, le van tudva, túl vagyunk rajta, mint egy influenzán, és kész. Tehát gondolom, akkor te is képbe jöttél vele, talán utána néztél, hogy ez nem egy kispályás történet. Igen. Elgondolkoztatott, vagy letaglózott, depresszióba estél. Mi történt akkor, amikor láttad, hogy itt valami nagyon komoly dologról van szó? A 2 év között én már próbáltam alternatív gyógymódokkal foglalkozni, tehát talpreflexológushoz jártam például, tehát már foglalkoztam azzal, hogy a betegsége kialakulásának lelki tünetei, vagy lelki okai vannak, de még csak foglalkoztam vele, tehát nem mentem a mélyére, úgyhogy igazából amikor a húgom akkori apósa volt nagyon kedves, és ő pont belgyógyász, és Szegedről Budapest felé megállt, vagy Szegedről Veszprém felé megállt Budapesten megnézni a leleteimet, és akkor mondta, hogy Ádám, van egy rossz hírem, műtét vagy műtét. Mondtam, jó, akkor gondolkodási időt kérek, és akkor egy napot gondolkoztam, hogy most mit fogok itt csinálni, és akkor úgy nagyjából összeállt, hogy jó, hát ezt én csináltam magamnak. Így nagyjából így tiszta lett, hogy mit követtem el, hogyan vertem át magamat, amivel végül is ebbe a spirálba húztam bele magam, aminek az lett a vége, hogy ott ülök a kórház kertjében egy padon, és el kell döntenem, hogy akkor most műtét vagy műtét, és akkor eldöntöttem, hogy jó, hát akkor kezdjünk bele, és akkor Veszprémbe mentünk pont a húgom apósának a segítségével. És ott megműtöttek, és akkor ott a végén úgy engedte ki a kórházba, hogy akkor itt van ez a gyógyszer, ezt életed végéig kéne szedni azt a gyógyszert meg, mit tudom én, egy pár évig. És akkor mondom, hogy ez remek, de hát akkor ezek szerint, ha megvannak a gyógyszerek, akkor biztos megvan az is, hogy ez mi okozta, és akkor is széttárták a kezüket, hogy hát azt sajnos nem tudjuk a mai napig, hogy mi okozza a Crohnt. És én ezzel meg úgy vagyok, hogy ez nekem azért egy logikai bukfenc. Tehát én, hogyha valamire tudom a megoldást, vagy tudni vélem, akkor az szerintem akkor van rendben, ha tudom az okát is. És ez így hiányzott, és akkor ennek elkezdtem így utána menni, olvasni, internet, videók, és akkor elkezdeni így a saját kutatásaimat, és ahogy ennek így történnie kell, megjelentek különböző segítők az életemben, és akkor így egy ilyen teljesen új megközelítésbe tekintettem a saját betegségemre, és így nyílt ki a világ is ezzel párhuzamosan. Mai beszélgetésünknek egyébként az is egy célja, hogy kicsit belenézzünk abba, hogy mi történik velünk a világban, de azon belül mi történik akár az egyes emberekben, és engem most így a betegség és a gyógyulás témája felé kanyarodunk. Uh-huh. Megérintett az egyik írásodban, amikor így fogalmaztál, ébredjünk hát, és vegyük észre, már most azok vagyunk, akik mindig is lenni szerettünk volna. Azok vagyunk, akire mindig vártunk. Van egy blogod, tudni kell, hogy nagyon sokat írsz, egyik blogodban nem szerepelt ez a gondolat, és azon gondolkoztam, hogy ezt vajon érdemes lenne egy kicsit segíteni, jobban megérteni néhány néző kedvéért, és akkor eszembe jutott Nelson Mandelának, aki talán sokak számára ismertem, dél-afrikai szabadságharcos mozgalom vezetője volt. Egyébként a köztársasági elnöki szék fullaló beszédében mondott egyik gondolata, ez pedig így szólt, a legnagyobb félelmünk nem az, hogy nem vagyunk tökéletesek, hanem attól félünk legjobban, hogy kimutassuk a határtalan erőnket.
A bennünk lévő fényt, nem az árnyékot érezzük igazából fenyegetőnek. Azt kérdezzük, már mondja Mandela, ki vagyok én, hogy kitűnő, gyönyörű, csodálatos, nagyszerű ember legyek. De én pedig azt kérdezem, ki vagy te, hogy ne légy az. És hogyha jól értem, most akkor megpróbálom összerakni, hogy abból, amit te itt megállapítottál ebben a cikkben, illetve amire talán Mandela is utal. Van tehát egy tudatos élünk teleképességekkel. Ha mi nem ez alapján élünk, akkor tulajdonképpen nem önmagunk életét éljük, és ezzel megbetegítjük magunkat. És ha ilyenkor elmegyünk az orvoshoz, ahogy te említetted, akkor történhet egy olyan, hogy fölír egy gyógyszert, és a tüneti kezelés tökéletes áldozataiként hazamegyünk, és mondjuk örülünk, és megnyugszunk, de nem gyógyulunk meg. És ha jól értem, akkor valójában az igazi gyógyuláshoz az vezethet, hogy ha mi visszatalálunk ehhez az igazi énünkhöz, igazi önmagunkhoz, és elkezdjük végre élni a saját életünket. Jól raktam össze? Hogy mi én egyetértek ezzel. úgyhogy igen, az az idézet szerintem, amit tőlem olvastál, azt én is olvastam valahol, mert én szerintem nem írok magamtól ilyen szépen. Nekem egy dolog lett tök tiszta a műtétem során, hogy a leges-leges legvégén, amikor meg fogok halni, akkor egyedül leszek. Tehát amikor ott állok a mennyország kapujában, vagy a pokol kapujában, akkor igazából csak magamnak tehetek majd szemrehányást arról, hogy hogyan éltem. Ez egyszerűen ott világos lett. És ez például nagyon segített abban, hogy így lerakjam azt, hogy ki mit gondol rólam, és hogy meg akarjak felelni másoknak, bárkinek. Aztán nyilván ennek vannak különböző szintjei, és ez egy önismereti munkának a része, hogy az ember hogyan ismeri fel a mindennapi személyiségében, hogy ez is egy megfelelni akarás igazából, meg az is egy megfelelni akarás, de hogy mondjam, alapvetően a legnagyobb csomagot azt így letudtam mondjuk az ismeretlen embereknek, a Mit szól majd a szomszéd című megfelelni akarás, ez ott lekerüljön rólam, és igazából nyilvánvalóvá vált az is, hogy ha csak én felelek azért, hogy élek, akkor miért ne élhetnék úgy, ahogy én igazából szeretnék, és akkor ez egy fajta határtalan, meg egy korlátlan lehetőséget nyit ki, amire itt szerintem Mandela is utalt. Tehát akkor eljött magyarul az a pillanat, amikor ráláttál így egy kicsit máshogy az életedre, hogy mennyire távolodtál el talán ettől az igazi önmagadtól, és akkor azt gondolom, hogy ez az a felismerés, ami egy egyéni ember életében hozhat egy változást, viszont nyilván ez magával hozza azt is, hogy egy csomó mindent úgy dönt, hogy megváltoztat az életében, megváltoztatja az életmódját, a táplálkozását, a szokásait. Igen. Nálad mit hozott ez konkrétan? Akkor most visszagondolok. Legelőször is én akkor alapítottam a saját kiadómat, tehát úgy éreztem, hogy egy olyan irányba mennék, amit már így egyedül szeretnék járni. Ez volt az első nagy változtatás. Aztán hát nyilván az a táplálkozási változtatásokat kellett foganatosítanom, mert egyébként a epehólyagomat is kivették, ha már arra jártak, meg a vakbelemet is, úgyhogy így szépen elkezdtem lejönni a nehezebb ételekről, csípős ételekről, a húsról, én húst hússal ettem azelőtt, úgyhogy abban jött egy drasztikus váltás, ma úgy vagyok, hogy néha eszem húst, általában inkább nem, mint igen, de volt több év, amikor így én is veganáci voltam, tehát, hogy akkor én most nem eszem. Most ez egy ilyen rugalmasabb mederbe került, meg elkezdtem foglalkozni magammal. Tehát a legnagyobb változás az, hogy igazából komolyan foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy ki vagyok én, és miért születtem meg. Mely kérdések igazából engem mindig is foglalkoztattak. Tehát így nagyon-nagyon kis gyerekkorom óta ez kérdés volt, csak aztán így, ahogy éljük az életünket, ahogy
nevelnek minket, ahogy a iskolában foglalkoznak velünk, úgy ezek a kérdések nem feltétlenül maradnak felszínen. És akkor például, amikor elmentem nyaralni rendszeresen, akkor mindig ezen gondolkoztam, hogy ez nem normális, hogy azért dolgozom 340 napot, hogy 20 napot eltöltsek pihenéssel. Tehát ilyen alapvető kérdéseket vettem újra a fókuszba. És akkor döntöttem el, hogy jó, én 40 éves koromig fogok dolgozni, tovább nem vagyok hajlandó dolgozni, hogy addig veszek részt a Verkliben. Pont. Ez válasz valamennyire? Abszolút. Sőt, igazából azon gondolkoztam, hogy akkor hogy lehetne bemutatni a megváltozott Bérces Ádámot. Volt egy zenei menedzser, élte valahogy az életét, jött egy betegség, lett egy változás. És akkor utána tulajdonképpen hogy lehet mondani, kinek érzed te magad egy természetgyógyásznak, egy tudását, tapasztalatát megosztó embernek, vagy aki egyszerűen éli úgy az életét, ahogy éppen reggel jön? Hát nem tartom magam természetgyógyásznak, tehát ismerek természetgyógyászokat, és hozzájuk képest én koca vagyok, tehát műkedvelő vagy inkább így. Én ugye a barátaim ismeretségi körömben osztok szívesen tanácsot, kéretlenül is, vagy kérve. Nem tudom, milyen címke illik rám, így ember. Naívan az emberrel én megelégednék, humanoid. De remélem. Ehhez képest ez egy szerény válasz volt, de hogy jött az, mert sokan átmennek mondjuk egy gyógyuláson, utána örülnek, megváltozik az életük, de mondjuk nem éreznek arra indítatást, hogy ők mentálhigiénész szakemberek, vagy természetgyógyászok legyenek, vagy akár megtanuljanak jógázni. Hát a jóga az azért kellett, mert egyszerűen szükségem volt egy olyan mozgásra, amit egyrészt akkor még a műtét után el lehetett kezdeni végezni, illetve olyan oktatóim voltak, akik szerencsére az elméletbe, a jóga filozófiába is bevezetést nyújtottak, és akkor ez egy nagyon izgalmas önismereti útnak volt a kezdete. Mit említettél még előtte? Ja, a mentálhigiénét. A mentálhigiénére azért jelentkeztem, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ami egyrészt elvégezhető volt így ilyen 47 éves fejjel, másrészt valahogy a segítői tevékenységet a legjobban itt lehet. Segítői attitűdet itt tudtam a legjobban elsajátítani. A természetgyógyászat az foglalkozik a testtel, végeztem különböző önismereti utakat, még coachnak, meg mediátornak is tanultam, tehát kvázi így a szellem rész is ki volt pipálva, és akkor a mentálhigiéné az, ami számomra a lélekkel foglalkozik leginkább, és így ez a három most így úgy érzem, hogy valahogy szintézisbe került bennem, de nem tudnék így címkét mondani. Akkor már ugye a segítőnek hívják azokat összefoglalóan, akik bármelyik területen tevékenykednek, tehát ha mindenképp címkét kéne rakni, akkor ez vagyok én is. És akkor ehhez jön az exhibicionizmusom, ezért csinálok YouTube videókat, ezért szeretek megnyilvánulni, mert egy pont után azt gondolom, hogy úgyis az jön, hogy tehát ha én már jól vagyok, akkor leszek még jobban, ha a környezetemben minél többen vannak jól. És akkor minél tágabb a környezetem, annál több ember lehetnek, tudok hatni, több emberre tudok hatni. Hogy jött az inspiráció arra, hogy végül is ezt a tudásodat, ugye Hanvas Béla mondja azt, hogy a boldogságot csak az bírja el, aki megosztja. Csak az előbbihez még egy gondolat. Hogyan jött az inspirációt, hogy végül is te is csatlakozzál ehhez a kezdeményezéshez, aminek kapcsán itt most ugye a értékteremtő beszélgetések egyik epizódjaként beszélgetünk veled, hogy csatlakozz, ha úgy tetszik ez a, nem is tudom, hogy lehetne jól megfogalmazni, kerekasztal mozgalomhoz, életvirág mozgalomhoz, ami ugye, ha jól értettem a kezdeményező részéről, a már meglévő ezeket a gondolatokat, amiről te is beszéltél, fölismerő embereket, vagy közösségeket próbál úgymond összehozni.
Honnan tudtál? Az inspiráció az onnan jött, hogy van egy Facebook csoportom, ahol a hasonló világlátású ismerőseim vannak, itt meg nekik az ismerőseik, így körülbelül 600-an vagyunk, és oda szerintem a Vejt Kati, aki részt vett az első kerekasztalon, ő posztolta be ezt a beszélgetést, akkor ezt megnéztem, és most pontosan nem is tudom, hogy az Imrével hogyan kerültünk kapcsolatba, szerintem a Kati kötött minket össze, és annyi, hogy ebben teljesen egy követ fújunk, mert az én szándékom is az, ezért hívják Egység Médiának a cégemet, hogy legyen már egy egység itt a sok-sok egymástól függetlenül tevékenykedő, mégis a gyökereiben ugyanarról beszélő hazai kezdeményezésnek foglalkozzon az akár jogával, akár lovasíjászattal, akár az Integrál Akadémiával. Mindenki ugyanarról beszél, oda tart, és ez, ami nagyon hiányzik, ugye ezt mondják is, hogy a magyarság átka Mohács óta, hogy nem fogunk össze. És akkor itt van sok-sok sejt, de hát tudjuk, hogy a sejtek, hogyha összébb állnak, abból lesz a szövetség, vagy szövetkezet, és akkor ebből tud aztán kialakulni egy szervezet, ahol a szervezet. Igen, hát azt hiszem, kitűnő. Úgyhogy lépcsőben vagyunk, tehát gyakorlatilag egy szükségszerű lépés az, ahogy így rendeződünk össze. Tehát igazából szerintem a teremtő, vagy a gondviselés, vagy bárhogy is hívjuk, rendezett minket most is így ide. Igen, kitűnő magyar nyelvünket, hogyha már említetted, azt mondhatnám, hogy úgyis megközelíthetjük ezt, hogy hogyan győzhetnénk le a fél elemeinket, hogy egészséget teremtsünk ugye önmagunkban, illetve egymással. Mert hogy említetted itt ugye akár a magyarság kérdését, ugye, hogy nekünk nem erősségünk, hogy finoman fogalmazzak, az együttműködés, tehát hogy összefogni és egy cél érdekében együttműködni, ezt látjuk, hogy tényleg évszázadok óta nehéz. De mielőtt talán erre a magyar kérdésre rátérnénk, mert hiszen talán itt minket most ez a mi legjobban foglalkoztat, akár téged is, akár engem is. Említettük az embert, aki, hogyha megbetegszik, mert mondjuk nem a saját életét éli, nem a saját útját járja, akkor változásra van szüksége, és a gyógyuláson keresztül, a változáson keresztül vezethet az út vissza az egészségbe. Viszont tudjuk, hogy vannak olyan hasonlatok, ami szerint amilyen a mikrokozmosz, olyan a makrokozmosz, tehát hogy a legszemélyesebb, a legáltalánosabb, mondta Karácsony Sándor, tehát az egyéni problémákból, betegségből, válságokból, vagy ennek a gyógyulásnak a történetéből, ami a tiéd is, tanulhat a közösség, tanulhatna akár például az emberi civilizáció, az emberiség is, hiszen nem tudom, te hogy érzed, én azt látom, hogy nem csak a magyarságra jellemző az a tünet, hogy tudnélik válságban vagyunk, válságban van az egész emberiség, nem csak gazdaságilag, nem csak politikailag, nem csak társadalmilag, hanem tényleg azt lehet mondani, hogy akár morálisan, vagy akár egészségügyi értelemben. Hogy látod, mi lehet igazából ma akkora kiút, amikor beszélhetünk együttműködésről, de a világ jelen pillanatban legalábbis nagyon nem azt mutatja, hogy hajlandó lenne, vagy kész lenne erre az együttműködésre. Igen, szerintem a legkisebb szerveződési egység ugye az a család, az ember legkisebb egysége, ha önmagán túlmutatunk, és igazából legelőször a családokban kéne békének lennie. Én azt látom, hogy gyakorlatilag nekem ez a fixe ideám, hogy amíg nincs meg az egyén kellő önismerete, addig tök mindegy, hogy miről beszél, mit csinál kifelé, nem fog tudni együttműködni, hiszen nem fogja tudni az, hogy ki az az én, aki együtt akar működni a másikkal, aki szintén nem tudja, hogy ki az az én. Közös érdekeket találhatnak, mint például az anyagi nyereség, ezt látjuk, hogy hova futott ki jelenleg. Tehát szerintem itt ez a kulcs, hogy előbb tegyen mindenki rendet otthon, rendezze a kapcsolatait legelőször önmagával, gyakorlatilag legyen tisztában az őt ért traumákkal, azokat dolgozza fel, erre egyébként ugye remekség a mentál higiénés szakma az gyakorlatilag erre áll, vagy erre vár készen állva, hogy az emberek meginduljanak, de
emellett, vagy ezt követően meg lehet bocsájtani leginkább a szüleinknek, aztán mindenkinek, aki kvázi traumatizált minket, leginkább gyermekkorunkba, és ez a megbocsájtás megtörténik, szerintem akkor tud az ember már igazán közelebb kerülni önmagához. És ez bármilyen hülyén hangzik, hogy erre van szükség ahhoz, hogy a világ változzon, de hát a világot emberek alkotják, az egyes emberek, minden embernek megvan a saját élettörténete, és nagyjából ezek tipikumok. Pontosan azért, mert a szüleink ugyanúgy végigmentek ugyanolyan traumasorozatokon, mint az ő szüleik, meg az ő szüleik, meg az ő szüleik, és ki tudja, hol és miképp kezdődött ez az egész. Számtalan teória van rá, ez itt most tök mindegy, ezt meg kell szakítani. Tehát ezt egyszerűen meg kell szakítani nekünk. Tehát ez szerintem a mi generációnk az első olyan generáció, aki erre már tudatos, hiszen ebben a korban kerültek ezek az információk ismét felszínre. Nekünk már a gyerekeinket úgy szükséges nevelni, hogy azok a traumák, amiket mi okoztunk, azokat ők minél előbb tudják feldolgozni, akár, mit tudom én, 18-20 évesen már, ne kelljen egy 40 évet, meg egy krónműtétet csinálniuk azért, hogyha félrement az életük, és akkor így gyakorlatilag én egy ilyen két generáció után már azt bírnám látni, hogyha egészséges lelkületű emberek kerülnek döntéshozói pozícióba, akkor nyilván már egészségesebb döntéseket hoznak, és akkor ez meg tud nyilvánulni azzal, hogy végre felismerjük a bolygónkat, mint együttműködő partner, befejezzük ezt a kiszipolyozást, rájövünk, hogy nincs szükségünk még, hanem elég az elég, bármilyen eszközre vagy anyagi jószágra, javra. Úgyhogy számomra egyébként ez így tök sima a folyamata, hogy ezt végig lehetne vinni, hát kb. Egy két generációs oktatás. Tehát így, ha mondjuk lehetne hozni egy intézkedés, hogy január 1-től akkor minden suliban kötelező a megfelelő szintű önismeret tanárnál, diáknál, akkor meg lehetne indulni, és akkor akik így kijönnek a képzési intézményekből, ők már jóval egészségesebb emberek lennének. Szerintem így nagyon röviden ez egy út lenne, és ennek mind része az, hogy akkor hogyan fog az illető táplálkozni, hogy hogyan töltekezik, hogy hogyan kapcsolódik a természettel, hogy hogyan sportol, tehát minden, ami a fizikai egészség körébe is tartozik. És akkor nagyjából ennyi, amit az emberi élet kíván, mert egy csomó olyan, hogy mondjam, szükségletünk, amit most hajtunk, hogy kielégítsünk, arra rá fogunk jönni, hogy azok igazából hamis szükségletek. Tehát nincs szükségem arra a 20 000 like-ra a Insta fotómon. Nincs. Nekem is volt, és most már nem használom. Tehát, hogy innen tudom, hogy van olyan, hogy már nincs rá szükség feltétlenül. Igazából most azon gondolkoztam, beszélgettünk, volt egy megállapodott időnk, és látom örömmel, hogy van még egy kis időnk, és azon gondolkoztam, hogy miről is beszéljünk, hiszen sok mindent már végigbeszéltünk, elmondtál, és azon gondolkoztam, hogyha ezt nézi egy néző, akkor azt mondja, hogy ez egy gyönyörű gondolat, lehet, hogy már hallott egy-két embertől hasonló történetet, hogy milyen jó, hogy egyes emberek átmennek változáson, meggyógyulnak, egészségesebben, nyitottabban, tudatosabban látnak rá a saját életükre és másikra, kinyílnak, elkezdenek segíteni másoknak, elkezdenek együttműködni egymással. Ez a dolognak a jó oldala. És ehhez képest, hogyha mégis kinézünk most az életbe, és meglátjuk azt, hogy mi zajlik a világban körülöttünk, akkor amellett, hogy lehet okunk pozitív gondolatokra és optimizmusra, téged hallgatva, vagy sok hasonló kezdeményezésre gondolva, de akár aggodalomra is lehet okunk. Hogy azt a feszültséget gondoltam, hogy próbáljuk meg még a mai beszélgetésben akár a te tudásod, élettapasztalatod segítségével feloldani, hogy látod ezt te. Hogy mégis mi lehet az a hiány, ami adott esetben még lehet, hogy nem mondatott ki, a te életedben is ott volt, és nyilván sokunk életében ott van, de a világ életében is ott van. Akit úgy érzem, még nem jött el az a pillanata,
már hogy a világnak, az emberiségnek, az emberi közösségnek, ami neked ott a műtőasztalon. Tehát mi az a hiány, amiatt azt látom, hogy azoknak a gondolatoknak a megvalósításától, amiről te beszélsz, amin te keresztül mentél, amiben szívesen segítesz bárkinek, aki mondjuk akár hozzád fordul. Annak a hiányától ez a világ, a közösségünk, akár a magyar társadalom is még szenved, hiszen látjuk, hogy nagyon messze vagyunk attól, hogy mondjuk elinduljunk e felé, az oktatás felé, amiről beszéltél, vagy egy olyan élet megvalósítása felé, amiről te beszéltél. Minek a hiánya az, ami okozza a problémát, vagy mi az, amit talán nagyon egyszerűen is meg lehetne fogalmazni, ami szükséges lenne mindegyikünknek, akár betegség nélkül is az életében ma, arra, hogy egy változást el tudjon kezdeni? Hát amit én gondolok erről, az nem is annyira a hiány, tehát így szerintem ez a halálfélelem az, ami minden embert arra ösztönöz, hogy amíg itt le tudja ezt a 70-80 évet, abban minél több minden jót, jószágot, anyagi javat, boldogságot magáénak szerezzen, mert utána meg ki tudja, hogy mi jön. És szerintem a hiány az a információ, az a hit, bizonyosság, tudás, tapasztalat, ami mondjuk felsejteti azt, hogy lehet, hogy nem is úgy van ez az egész élet, mint ahogy az iskolába tanították, hanem mondjuk az ember több, mint test, hanem lélek és szellem is. Ezt nem tanítják az iskolában. Ez nonsense. Ez egyszerűen nonsense, hogy pláne Magyarország, keresztény ország benne van a alkotmányunkban. Ez nonsense. Tehát arról, hogy teremtés, hogy Isten, hogy gondviselés, erről úgy beszélünk, ha beszélünk, mintha tabu lenne, miközben bárki, aki halálfélelemben van, akkor Istenhez fohászkodik, vagy akár orgazmus közelében, jaj Istenem, ezt mondja. Tehát, hogy jelen van az életünkben, ezzel vesztettük el a kapcsolatot, vagy vele vesztettük el, nem mondom, hogy vele, mert akkor mindenki a szakállas emberre gondol, amivel könnyű elveszíteni a kapcsolatot, de hát, ha igazak a hírek, akkor már pedig mindnyájan elvileg isteni teremtő lények vagyunk, én ezt vallom, nekem ez a vallásom, nem kötődik felekezethez, hanem egyszerűen ahhoz, hogy itt van egy nálunk nagyobb, mindent irányító, rendező energia, tudatosság, szeretet, gondviselés, Isten, nem is tudom, hát ahány vallás, annyi neve van, mindegyik erről beszél, hát akkor ismerjük már meg közelebb. Ez az, hogy most azt hiszem nem árulok el titkot, amikor készültünk a beszélgetésre, igen, és beszélgettünk, szóba került ez a bizonyos Isten téma, hogy hát annyira egyszerű a dolog, hogy szeretnünk kéne egymást idézőjelben, és hogy nem idézőjelben szó szerint, de hogy ez a szeretet téma, hogy szeretet az Isten, ez tényleg egy ilyen tabu téma, és hogy miért olyan nehéz beszélni róla, és akkor én azt említettem neked telefonon, hogy talán azért, mert kapásból elveszíthetjük mondjuk a nézők felét, aki mondjuk nem hisz Istenben. És hogy lehet erről a témáról úgy beszélni, ami lehet, hogy egy lényegi fölismerése akár vallásos, akár nem vallásos embereknek, hogy ne szüljön ellenállást, vagy ellenérzést azokban, akiknek nincs meg ez a hitvallásuk. Tehát mi ez a szeretet, ez az, bárhogy is nevezzük, ahogy te fogalmaztad, mi ennek a lényege? Tehát, hogyha most definiálni kéne csúnya szóval, akkor mi az, ami azonos azzal, amit te is a lényegnek érzel? Hát megtisztelő a kérdés, hogy... Nehéz feladat, eljállítottalak. Hogy én erre válaszolni tudnék. Én nekem a ne árts az, ami nagyon... Tehát ami mondjuk egy olyan felszólítás, hogyha az ember már ezt tudná 0-24-ben teljesíteni, hogy bármilyen döntése, lépése annak jegyében teljen, hogy ne ártson senkinek, magának se, akkor szerintem ehhez közelebb lehet kerülni egy lépéssel. Az, hogy mi a szeretet, hát ugye az szerintem az is szintén egy komoly egyéni önismereti út, hogy hogyan tudja valaki a magában a vélt szeretetet
esetleg felboncolgatni, és rájönni, hogy jó, ebben van egy kis birtoklás, van egy kis üzlet, van egy kis féltékenység, letisztítani, és felismerni a szeretet érzését, de hát azt meg egyszerűen érezzük. Tehát azt nem itt fogjuk megfejteni, hanem érezzük a szívünkben. Ezek ilyen közhelyek, de hát szükséges újra meg újra elmondani, meg a dalokban, ugye a zenében, a képzőművészetben, a mesékben ez mindig jelen van, valamiért a mindennapokból kiveszik. Hát izgalmasabb a energiaárakról beszélni. Pedig ez jó meleget csinál. Melegebbet. Még egy kérdés. Ha imádkozol, ha meditálsz, akkor mi az, ami a középpontban áll? Mi az, amit a legfontosabbnak érzel, tartasz? Hú, én most nem meditálok most már egy ideje, meg nem is imádkozom. Reggel hálát szoktam adni, hogy így, na akkor vegyük sorra, hogy minek is adjak hálát, és akkor örülök, hogy egészséges vagyok, örülök, hogy vannak gyermekeim, hogy ők is egészségesek, örülök, hogy van párom, hogy van egy házam, van kertem, tehát így ezeket szoktam így listázni, és akkor ez már úgy feltölt azzal a jó érzéssel, amivel már leülök a szakdolgozatomnak, és szenvedek fölötte, hogy lesz ebből dolgozat. Most így, hogy egy nagyon aktuálisan reagáljak. Béces Ádám, köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. És a kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, hogy a Hazavárok mai adásában is velünk voltak. Viszontlátásra!